Nem megkerülhetetlen a kérdés, a szurkolóknak volt egy üzenete, ezt látta a mester, és mi a véleménye erről? Következő kérdést hallhatom. Azt mondom, hogy nagyon koncentráltan futballoztunk, és a helyzeteket nagyon jól oldottuk meg. Nem adódott olyan sok lehetőség, viszont abból kettőt belőttünk, és fegyelmezettek voltunk, stabilak voltunk, mindenki tartotta a pozícióját, úgyhogy, és az volt a célunk, hogy a mai meccset megnyerjük. Kemény meccs volt, úgy érzem, erre is számítottunk, hogy egy harcias meccs lesz. Ugye volt ez a nagy meleg is, ezt is le kellett küzdenünk. Úgy éreztem, hogy a csapat nagyon taktikailag nagyon egybe volt, és stabilak voltunk, és ezekbe tudtunk gólt szerezni. Én is úgy gondolom, az egész meccs összképét tekintve megérdemelten nyertünk. Megpróbáltunk ma nagyon taktikusan játszani, megpróbáltunk nullára lehozni, ami sikerült is, és hálásan sikerült két gólt rúgnunk, az egyiket pedig ugye, sikerült nekem is hozzátennem a csapatnak a sikeréhez. Most ez a Loki igazi arca, amit láthattunk? Ettől sokkal többet tudunk. Sajnos megint későn tudtuk fölvenni a ritmust, és a másik félre jött ki. Reméljük, hogy igazából úgy érzem, hogy ez csak a melegnek az átka, hisz nagyon-nagyon meleg volt, de a következő mérkőzéseken már jönne most már a jobb idő, úgyhogy szerintem sokkal jól tudunk játszani már az elejétől. Nem megkerülhetetlen a kérdés, a szurkolóknak volt egy üzenete, ezt látta a mester, és mi a véleménye erről? Következő kérdést hallhatom. Tábor semmi gond nincsen, hisz ugye voltak most pár nehézségek, hogy az Európa Ligából is sajnos ki tudtunk esni. Én bízok a stábba, a stáb is bízik bennünk, ugye ma is tudtunk nyerni. Úgy hiszem, hogy ha a csapat egybe van és oda koncentrál minden meccsen, akkor mindenki boldog lehet a stábtól kezdve a játékosokig.